Szeptember 20-án időközi választás lesz Kalocsán. A hetes körzetben több jelölt közül lehet választani, s tehetik az X-et a választók a nekik megfelelő helyre. Arnold Adrien a Fidesz, a KDNP és a Kalocsai Jövőjéért Egyesület támogatásával jutott el a képviselőjelöltségig. A lakossági fórumon dr. Filvig Géza polgármester és Pont Sándor országgyűlési képviselő is megjelent. Bemutatkozásában elhangzott, hogy 20 éve él Kalocsán, a Kalocsai Fényi Gyula általános iskolában intézményvezető helyettesként dolgozik. Így munkájából kifolyólag a probléma megoldása, a kommunikációs képessége, az emberismerete erős, ezt a továbbiakban is jól lehet majd hasznosítani. A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2014 óta, így különböző projektek, feladatok elvégzése során széles körű tapasztalatokra tett szert. Nyáron jelentették be indulását, azóta igyekezett minél több választóhoz személyesen is eljutni. Itt találkozókra is sor került, ahol a problémákról, a lehetőségekről, a feladatokról esett szó. Egy kérdőívet állított össze, amit minden háztartásba sikerült elvinni. Célokról, tervekről, gondolatokról tájékoztatta így a hetes körzetben élőket. Közel 150 került vissza, így átfogó képet kapott egyrészt a körzetét, másrészt a várost érintő feladatokról, problémákról. Ennek megoldási javaslatáról következő összeállításunkban tájékoztatjuk majd Önöket.